Nyakigláb, csupaháj, málészáj. Népmese. Volt egyszer egy szegény ember, annak volt három fia. A legnagyobbikat Nyakiglábnak, a másodikat Csupahájnak, a legkisebbiket Málészájnak hívták. Ezek annyit tudtak enni, hogy az apjuk még kenyérből sem tudott nekik eleget adni. Egyszer azt mondja nekik, hogy menjenek már szolgálni, keressék meg a maguk kenyerét. Elindult a legnagyobbik, Nyakigláb. Ment, ment soká. Találkozott egy öreg emberrel, az felfogadta szolgának egy esztendőre. Ahogy elmúlt az esztendő, az öreg azt mondja neki. Adok neked egy asztalt, amiért jó szolgáltál. Ennek csak azt kell mondanod. Terülj, terülj, asztalkám, és lesz rajtam mindenféle. Nyakigláb alig várta, hogy kiérjen a faluból. Egy bokor mellett előveszi az asztalt, s mondja neki tüstént. Terülj, terülj, asztalkám! Hát, lett azon annyi minden ennivaló, innivaló, hogy Nyakigláb szeme szája is elállt a csodálkozástól. Jól is lakott mindjárt, de úgy, hogy majd kirepett. Azzal indult hazafelé. Talált útjában egy kocsmát, oda is betért. Bement mindjárt egy szobába, terített az asztallal. Jól lakott, aztán kért egy pohár bort. De amíg bent volt, a kocsmáros megleste, hogy mit csinál. Látta, hogy milyen asztala van ennek a legénynek. Hí, ha az ő kocsmájában olyan volna! Ahogy este lett, lefeküdtek. Nyakigláb is jó mélyen elaludt. A kocsmáros meg csak belopózott, és a csodaasztalt kicserélte egy másikkal, amelyik pontosan olyan volt, mint Nyakiglábé. Másnap reggel Nyakigláb újra elindult, addig ment, míg haza nem ért. Otthon eldicsekedett, hogy milyen asztala van ő neki. No, lássuk, mondják a többiek. Épp jó éhesek vagyunk, mint mindig. Mondta szegény Nyakigláb az asztalnak, hogy terülj, terülj, asztalkám, de bíz az nem terített. Az egész család meg már várta, hogy jól lakjanak. Hogy Nyakigláb is így becsapta őket, még üresebbnek érezték a hasukat. Kapták magukat, jól elverték Nyakiglábot. Elindult most már a második gyerek, Csupaháj. Az is ahhoz az öreghez érkezett, akinél Nyakigláb szolgált. Őt is megfogadta egy esztendőre. Mikor kitelt az idő, az öreg őt is magához hívta. Fiam! A szolgálatodért neked is adok valamit. Itt van egy szamár. Ennek csak azt kell mondani. Tüsszents, tüsszents, csacsikám. S annyi aranyat tüsszent neked, amennyit csak akarsz. Csupaháj nagyon megörült a szamárnak. El is indult vele hazafelé. Útközben ő is betért a kocsmába. Evett, ivott, amennyi a bőrébe fért, és azt mondta, hogy majd csak reggel fizet. De a szamarat magával vitte a szobájába. Ahogy este lett, odaállította maga elé, és azt mondta neki. Tüsszents, tüsszents, csacsikám! A csacsi hegyezte a fülét, aztán elkezdte tüsszenteni. Tüsszentett is egy végből olyan sokat, hogy alig fért el a szobában az arany. Csupaháj felszedte, és lefeküdt. De a kocsmáros a kulcsokon ezt is megleste, mikor észrevette, hogy Csupaháj már alszik, bement hozzá a szobába, és a szamarat is elcserélte egy másikkal. Csupaháj vitte haza a csacsit, ő is nagyra volt vele, hogy mit szolgált, de amikor rászólt a szamára, hogy tüsszentsen, az bizony egyetlen aranyat sem tüsszentett a padlóra, hiába várták. Csupaháj se vitte el szárazon, őt is jól elverték. Szegény apjuk már kétségbe volt esve, hogy egyik gyereke sem tud rajta segíteni. Elindította a legkisebbik fiát, Málészájt. Ez is elvetődött az öreg emberhez, őt is felfogadták egy esztendőre szolgának. Mikor letelt a szolgálata, azt mondja neki az öreg. Fiam, jutalom nélkül téged sem eresztelek el. Itt van a zsák, ebben van egy furkó. Ennek csak azt kell mondani, ki a zsákból furkócskám? És akkor a furkó kiugrik, és azt verhetsz meg vele, akit akarsz. Málészája hóna alá vette a furkót, és elindult vele hazafelé. Neki is útjába esett a kocsma.
mert nagyon éhes és szomjas volt, bement, evett, ivott, amennyi jól esett. A kocsmáros kérte tőle az árát, de Málásszáj nem tudott fizetni, mert egy fillérje sem volt. A kocsmáros elkezdett lármázni, hogy ő bizony elveszi Málásszáj gúnyáját, ha nem fizet, vagy pedig becsukatja. Erre Málásszájt is elfutotta a méreg, elővette a zsákot, és azt mondta, ki a zsákból, furkócskám, verd meg a kocsmárost! Furkó csak kiugrott a zsákból, neki a kocsmárosnak is csihi-puhi elkezdte porolni. A kocsmárosnak hamar elege lett a verésből, elkezdett jajgatni. Jaj, hagyd abba a verést, visszaadok mindent, amit a bátyáittól elloptam. Málásszáj csak nagyot nézett. Mit lopott el Kend az én bátyáimtól? Hát a terűt, meg a aranytüsszentő szamarat. De a furkó még folyvást ütötte a kocsmárost ez alatt is. Azt mondja Málásszáj. Jó, ha visszaadod az asztalt, meg a szamarat, akkor nem bántalak. Vissza, furkócskám, a zsákba. A furkó visszament, a kocsmáros meg behozta az asztalt, meg a szamarat, és odaadta Málásszájnak. Málásszáj hazament. Otthon elmondta a testvéreinek, hogyan szerezte vissza az asztalt is, meg a szamarat is. Volt már mit enni meg inni, volt pénz is, amennyit akartak. A szegény ember családja így aztán nagyon boldog lett, és még máig is élnek, ha meg nem haltak. Szép álmokat!